Üdvözlöm Önöket a Mérlegen legújabb kiadásában. Ma ismét visszavezünk az egyik kedvenc témánkhoz, és pedig az oktatáshoz. Oktatásról fogunk ma itt ismételten beszélgetni, hiszen olyan aktualitások történnek a romániai oktatásban, olyan fontos dolgok, melyekről úgy érzem, hogy mindenképp beszélgetnünk kell szakemberre. Szakember véleményét fogjuk ma kikérni, kikérdezni, kikérni annak kapcsán, hogy hol tart ma a romániai oktatás, és milyen irányba kéne haladjon. Üdvözlöm a stúdiónkba ugyanis Burus Siklódi Botondot, a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség elnökét. Kezét sokkolom, én is üdvözlöm a hallgatókat, nézőket. Így Bocsánat. van, nézőink vannak. És hát hallgatóink is, hiszen az RDFM rádióba is visszahallgatható majd ez a beszélgetés. Akkor, uh, ha... Még mielőtt belevágnánk a mai témánkba, megkérem önt is, illetve a nézőinket is, hogy egy rövid összefoglalóba tekintsük végig azt, hogy miről is fogunk majd beszélgetni. változik ebben a tanévben az érettségi vizsgamenete. A hónap elején az Országos Felmérő és Vizsgáztató Központ bejelentette, hogy már jövő évtől változtatnak a vizsgarendszeren, és tesztkérdéseket vezetnek be a román és a matematika tantárgyak felmérésére. A tételmintákat közzé is tették a minisztérium honlapján, amit pár óra múlva visszavontak. Arra hivatkozva, hogy a kérdésről a szülőkkel, a diákokkal és a pedagógusokkal történő egyeztetés után döntenek majd. A tanácskozást követően Rovana Plumbi ideiglenes oktatási miniszter bejel... Jelentette, hogy a vizsgamódszerek módosítását egy évvel halasztják. A cél az objektív vizsgáztatás bevezetése lenne, állítják a szakemberek. Azonban többen úgy vélik, hogy nem jó, ha a játékszabályokon menet közben változtatnak, hogy hogyan kéne változzon az érettségi vizsgarendszere, hogyan lehet teljesen objektíven mérni a tudást, és mi a jó a diákoknak, körbejárjuk mai beszélgetésünk során. Igen, hát a felvezetőben ugye főleg az érettségiről volt szó, viszont van egy újabb aktualitása az oktatási rendszerünknek, és pedig az, hogy ismételten változás történt az Oktatási Minisztérium élén vezetésébe, és hát ha jól tudom, negyedszerre is Ekaterina, Ekaterina Andronészkó fogja ellátni, látja el ezt a tisztséget, ő fogja vezetni a romániai oktatási rendszert. Mi az ön tapasztalata, mire számíthatunk Androinescu asszony újabb mandátumától? Hát én azzal kezdeném, hogy egy oktatási rendszernek a hatékonyságát, a, a, egyáltalán a kiszámíthatósága nagyban függ attól, hogy mennyire stabil környezetben működik, mennyire stabil az a, az a testület, aki a vezetését, a, az oktatás irányítás vezetését ellátja. Azt tapasztalhattuk az utóbbi elmúlt 30 esztendőben, hogy több mint 30 miniszterünk volt, és ebből ugye negyedik mandátumát kezdi Ekaterina Andronescu miniszterasszony. Hát az ő időszakára nagyon summásan fogalmazva inkább a konzervativizmusnak a a megtestesítésem, és egyfajta stabilitásra való törekvés jellemezte, bár az ő nevéhez fűződnek olyan radikális intézkedések is, mint például a szakoktatásnak a, a megszüntetése, amely nagyon nagy sebeket okozott a román oktatási rendszerben, főleg a szakképzés területén. Hát nagyon sok megnyilvánulását az utóbbi időben nem hallottam a, most már tárcavezető miniszterasszonynak, de csak ha a tankönyvekre vonatkozó nyilatkozatát tekintem, hogy az egy tankönyves rendszer, amelyet nemrég vezettek be, az egy elhamarkodott döntés, és hogy ezt újra fogja elemezni, és a sokkal rugalmasabb megközelítések fognak majd érvényesülni. Ez egy biztató jel annak, hogy netán az érettségivel kapcsolatosan is lehetnek reményeink. Na de ahogy ön is mondta, ugye ahhoz, hogy egy rendszer jól működjön, mindig az, le, az lenne az elsődleges cél, hogy, hogy stabil legyen annak a rendszernek a vezetője, igazából az átlóvivője. Romániában az oktatás élén egyelőre nem sikerült stabilitást teremteni az elmúlt 25 évben, ha csak ezt nézzük, Uh, Andronész asszony negyedik mandátuma jelenthet egyfajta stabil irányvonalat, tehát az, amit ön is jelzett itt, hogy igen, ő egy konzervatívabb vonalat vitt mindig, és érdekes, vitatott változásokat is hozott a rendszerbe, de hogy, hogy ez a fajta visszatérése a rendszerbe jelentheti-e azt, hogy az a. Az a um, Konzervatívabb irányvonal, amit ő mindig is valamelyest képviselt, az, az továbbra is érvényesülni fog a romániai oktatási rendszerbe, és stabilizálódik. Hát ugye az egész román oktatási rendszerre jellemző ez a, ez a, függetlenül attól, hogy milyen miniszter regnált éppen, ez a konzervativizmus és főleg a, a nemzeti szempontok előtérben helyezése, és kevésbé az az európai szemléletű nyitott rendszer szerinti oktatási, rendszervezetés vagy oktatás irányítás. Kérdés, hogy milyen, milyen környezetet alakít ki maga körül a, a miniszterasszony, hisz azt tapasztalhattuk, hogy az utóbbi időben sajnos egymást érték az egymásnak ellentmondó zavart keltő intézkedések, és ebben mindenképpen rendet kell teremteni. Én nagyon reménykedem abban, hogy ez sikerül a miniszterasszonynak, és ehhez sok sikert is kívánok. Hát ne menjünk messze, csak ez a teljesen ellentmondásos helyzet, ami az érettségi menetébe való beavatkozásnak a helyzetét vetítette elénk ezelőtt pár héttel, és ami nyilván ellenkezik mindenfajta pedagógiai jóérzéssel. Na jó, de igen, érettségiről beszélünk, és egy, egy új vezetőről. Hogyan juthatunk el oda, hogy igazából egy bizottság azt mondja, hogy már pedig változni fog az érettségi menete, közé is teszik a tételeket, és ezt a, a, bizottság fölött álló intézmény, a minisztérium és annak a vezetője azt mondja, hogy már pedig ez nem így fog történni, és vissza is vonják azokat a tételeket. Tehát, hogy, hogy a rendszerben úgy tűnik, hogy káosz uralkodik. Hogyan juthatunk el ide, hogy, hogy valóban ezzel szembesüljünk, akár szülőként, diákként, pedagógusként, tehát hogy tényleg káosz van az oktatási rendszerünkben? Hát káoszhoz hasonlító helyzetek vannak, és egymás után követik egymást, ez egészen biztos, és ez a, a megfelelő koordináció és irányításnak a hiánya. Hát hogy képzelhető el így ahogy ön felteszi a kérdést, hogy a, a minisztérium háttérintézménye, a Országos Vizsgáztató Központ vezetője bejelent egy olyan radikális változást, ami egy iskolai tanév megkezdése utáni állapot, mert ugye azt nagyon jól tudjuk, hogy nem iskolai év közben nem szabad, hanem akár a ciklus kezdést után nem szabad olyan változásokat kezdeményezni, amely befolyásolná a cikluszáróvizsgán való részvételt. Tehát egy 9. osztályt elkezdő tanulónak világosan kellene látnia, hogy milyen vizsgatételek alapján, vagy milyen típusú vizsgatételek alapján milyen követelmi rendszer szerint fog majd négy év múlva érettségire állni? Tehát visszatérve a kérdéshez, ennek a koordinációnak, az irányításnak a hiánya nem csak ezen a területen érződik, hanem sokkal inkább a működést is befolyásoló, például a pénzügyi vonatkozásokban is elképesztő milyen intézkedések láttak az utóbbi időben. Napvilágot, és ugyanakkor felháborítónak is tekinthetjük ezeket az intézkedéseket, amelyeket sajnos meg is tesznek, és ezt közvetítik is a, a megyei tanfelügyelőségeken keresztül, és ezzel csorbítják a különben is nagyon-nagyon törékeny intézményi autonómiát, amelyel intézményeink, a magukra valamit is adó intézményeink rendelkeznek. Így van, hát számtalan problémáról beszélhetünk itt intézményi, iskolai szinten. Visszatérnék azért egy gondolat erejéig az érettségire és erre a felvetett módosításra. Ugye itt az volt a terv, hogy tesztkérdéseket vezessenek be igazából a jelenleg írásbeli és, és a szóbeli mellé, a jelenlegi írásbeli vizsgák helyett, tesztvizsgák, teszt. Vizsgák, teszt formájú írásbeli vizsgák legyenek, és hogy hát így sokkal objektívebb lenne, és mérhetőbb lenne a diákok tudása. Ezt nagyon sokan megkérdőjelezik. Ön pedagógusként, és és igazából oktatással foglalkozó szakemberként, aki, aki világéletében ezzel foglalkozott, mit gondol erről, hogy hogyan mérhető valóban a tudás, és valóban kell ez a fajta tesztszerű, én, én úgy fogalmaznék, hogy hogy egyfajta lebutított formája, a, a, a tudás felmérésnek ahhoz, hogy valóban tudjuk, hogy, hogy mire képes az a diák? Na, az én véleményem szerint és az én meggyőződésem az, hogy ez az a vizsga, az érettségi vizsga, ahol Igazán helye lenne bizonyos mértékű konzervativizmusnak, és nem egyszerűen ilyen techni technikai megoldásokkal próbáljuk javítani azokat az eredményeket, amit évről évre tapasztalunk, és évről évre elemezgetünk, de semmiféle intézkedést nem hozunk annak érdekébe, hogy a, a ne csak a mennyiségi mutatókra való odafigyelés jellemezze a, a rendszert, hanem a, a minőségi változásokra való nagyon alapos odafigyelés. Ez pedig egy ilyen intézkedés, amely elképzelhető, hogyha bevezették volna, esetleg könnyített volna a vizsgázásnak a izgalomtól tele pillanatain a vizsgára álló diákok esetében, az is elképzelhető, hogy sokkal jobb eredményeket tudnánk felmutatni, de a dolgok lényegén ez nem változtatna, én, én azt hiszem. Tehát visszatérve az eredeti gondolathoz, én sokkal inkább azt a, a klasszikusabb fajtáját az érettségi vizsgálnak hisz benne van a nevében is, a megfogalmazásában is, hogy egy olyan időszak záródik le a fiatalok Életébe, amelyről számot igyekeznek adni, igyekszenek adni a sajátított Én Nem vagyok én mérési szakértő, de biztosan megvannak még a mai változó irányelveket követő oktatási rendszerekben is azok a lehetőségek, amelyekkel eredményesen benne lehetne ezt a kérdést megoldani, mint így egyik napról a másikra hozott adhok jelleggel, mint ahogy az be is bizonyosodott adhok jelleggel hozott döntéseknek a egymás utánisága. Ugye ön is érettségizett, számomra gondolom, hogy ez nem kérdés. Most így igazából Pedagógusként és, és vezetőként, hogy látja, hogy, hogy a diákok. Tehát azért is teszem fel ezt a kérdést, mert végignézve az előző évek érettségi tételeit, én elgondolkodtam azon, hogy, hogy bizony így tizen akárhány évvel érettségi után nem biztos, hogy most sikerülne az érettségi vizsgám. És hogy. hogy hogy hogyan lehetne ezt ezt valóban úgy megszervezni, és valóban úgy mérni a tudást, és az a négy év alatt úgy átadni a tudást, hogy az meg is maradjon? Tehát, hogy ön szerint milyen lenne egy ideális érettségi, amin akár, akár a 30 évesek, vagy az 50 és 60 évesek is sikeresen átmennének? Nehéz kérdés, amit, amit felvet, mert természetesen azért a. a, a Tudományok, illetve nem csak a, a konkrét az érettségi tantárgyakhoz kapcsolódó tudományoknak az, az óriási ütemű fejlődése, hanem egyáltalán azok a, a, azok a, a hozzá kapcsolódó társadalmi... Ö, ö, helyzetek is annyira változóban vannak, amit nehéz, nehéz egyformán megélnie az előbb említett legkülönbözőbb korosztályoknak, és ezért egy ilyen általánosan elfogadható, hogy mindenkinek jó legyen típusú érettségét bevezetni, azt hiszem, hogy nagy fejtörést okozhat nálunk sokkal Elő jobb, jobb ö, ö, oktatási rendszert maguk mögött tudó rendszerek esetében is. Ö, én, én azt hiszem, hogy hogy mégiscsak helyem lenne a tudásmérésnek egy olyan formájának, amely, amely konkrétabban ráérez a tantártól, illetve a vizsgált terület, függvényében azokra az alapvető fogalmakra. Tudás elemekre, amelyeket elvárunk, és nyilván számon is kérünk a, a végzős diákoktól. Azt hiszem, hogy, hogy ez az a terület, ahol igencsak sokat lehetne beszélgetni, erről a területről sokat lehetne beszélni, és kell is beszélgetni, és remélem, hogy elérkezik végre vár az az idő, amikor szakértők tudnak leülni, és ezekről beszélgetni, és nem elsősorban az épp aktuális oktatáspolitikát ki szolgáló Oktatási minisztérium végzi az utasításoknak megfelelően a feladatát. Tehát olyan minőségi kérdéseknek a feltárását és azokra a megoldás keresés lenne a, a fő célkitűzés, amely, amely fel, fölötte áll például az egyáltalán jelen pillanatban tapasztalható gazdasági szempontok fölött, amelyek úgy tűnik, hogy azok irányítják a jelen pillanatban az egész tanügyi rendszerünket. Érdekes, hogy felvetette ezeket a gazdasági szempontokat, mert az jutott eszembe, hogy nemrég olvastam egy felmérést, egy tanulmány is készült erről, hogy ugye Romániában elég nagy, nagy számban hagyják el a diákok az iskolát, és elég nagy száma a kivándorlás is az országból. És hogy ezek azért összefüggnek, illetve a gazdasági mutatók is összefüggnek mindezekkel a számokkal, hogy, nagyon sok diák úgy gondolja, hogy ha van érettségie, ha nincs érettségie igazából, ma már nem tétel, hiszen ahhoz, hogy boldoguljon az életbe és munkát vállaljon, nem feltétlenül szükséges neki ez az érettségi, bármennyire mérföldkőnek is tekintjük sok esetben, hiszen munkát kapni külföldön, vagy akár itthon is, ma már egy jó szakemberként érettségi diploma nélkül is lehet. Miben segíthet, vagy mit tehet azért az oktatási rendszer, hogy, hogy ezeket a számokat leállítsa, és egyfajta pozitív tendencia irányába vigye el? Nyilván, hogy ez nem egyik napról a másikra történhetett hosszú távú célokról beszélünk itt, de hogy tehet-e valamit ön szerint jelen pillanatban a romániai oktatási rendszer ezért? Hát ha valamely, valamely, rendszer, igen, azt a román oktatási rendszer mindenképpen tehetne, sőt kellene már lépéseket tennie, érezhető és hosszú távon is tetten érhető lépéseket kellene megtennie, hisz annyiféle reform elképzeléssel álltunk már szemben. Kezdeményezett szinte mindenik miniszter egy saját reformját már, már eligazodni nem lehet ezekbe, de viszont azt tapasztaljuk, hogy semmiféle végeredménye, felmutatható eredménye ezeknek nem volt. Vegyük az előbbiekben említett statisztikai adatokat. Világosan egyértelműen kimutatható, és ezt egy világbanki tanulmány is bizonyítja, hogy Romániában mondjuk a 12 évből, amelyet 12-13 évből, amelyet kötelezően eltöltenek a, a gyerekek a, a, az iskolában, hogyha érettségig eljutnak, 3,2 vagy 3,5 évet szinte semmit tevéssel, idézőjelbe teszem, de semmit tevéssel töltenek el. Tehát annyira nem ö, ö, koherens, nem összefüggéseiben követhető a, a rendszernek a működése, és a, a tantervi ö, ö, következetesség annyira nem működik, hogy ö, egyszerűen ilyen elképesztő adatokhoz jutunk. És akkor csodálkozunk-e azon, hogyha a gyerekek unatkoznak az iskolába, netán... Ilyen olyan okokra hivatkozva elhagyják az iskolát, és ez egy komoly probléma. Nyilván nem csak Romániában, egész Európa vagy egész világszinten is, ez az iskola elhagyása egy nagyon komoly probléma, nem hiába. Ez az Európai Uniós fejlesztési projekteknek az alaptétele egész Európában. Tehát nem csak Romániára jellemző, de nálunk is hangsúlyosan jellemző, sőt, a kullogok között tar közé tartozunk ezen a területen. Tehát a tantervi fejlesztéseknél, illetve olyan ö, új ö, ö, megközelítéseket kellene alkalmaznia, amelyeket nem csak elméletileg tudunk mi felsorakoztatni az érveink között. Kompetencia alapú fej ö, oktatás. Na de ez irányú tervek nagyon ugye, ahogy ön is mondta, elméletileg vannak, és nagyon sok szinten leírva oda törvénylet belőlük, csak az alkalmazása valamiért még, mégsem történik meg úgy, ahogy kéne. Min múlik ez az intézményen, a pedagóguson, vagy a vezetőn? Hát ugye ez, ez vitathatatlan, hogy alap szereplő, az alap ö, ö, szerepbeosztás, szerep beosztás, szerepleosztás, az a pedagógusé az oktatási nevelési folyamatban, de természetesen a, a maguk jelentőségével a szülők, illetve a, a az oktatási folyamat elszenvedői vagy élvezői, a tanulókat is figyelembe véve. A pedagógusoknak a képzése, a lapképzése, az a rendszer, amelybe ők képződnek, és utána pedig jelen vannak a mindennapjainkban, az iskolák életében, ott fejtik ki többé-kevésbé sikeres vagy kevésbé sikeres tevékenységüket, mert ismerjük el. Vannak olyan pedagógusok, akik hivatástudattal, érkeznek a pályára, és tudás is társul hozzá. Vannak olyanok, akik be hivatástudat ugyan nincsen, mert nem ide készültek, de ide kényszerültek, bár bennük meg volna a tárgyi tudás, de nem lelke, kellő lelkesedéssel, elkötelezettséggel végzik a munkát. A szerencsés helyzet az lenne, hogyha e hivatástudat is van, és ez tárgyi tudással, és meg e, e, hozzá kapcsolódó mindenféle pozitív e, e, tulajdonsággal társulna. Tehát ezen a téren is annak problémák. Most ha azt nézzük, hogy a csak a magyar nyelvű tanárképzés hogy alakult az elmúlt időszakban, gombamód nőttek, és nőtt a tanárképző, illetve tanító, ovonőképző intézeteknek a száma. Szinte kontroll nem működött, nem voltak kellőképpen megfontolt döntések, vagy előkészítő lépések megtétele, nem előzte meg ezeknek a működését azt mondhatják a felsőoktatásban dolgozó kollégák, hogy, hogy könnyű rá, az ők irányukban mutogatni, mint ahogy nyilván ők is megtehetik, hogy hát lényegében ők azokat a, 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 azokat a, a hallgatókat okít, okítják, tanítják, akiket a, a, mi a közoktatásból Bocsájtunk, vagy bocsájtunk, ki, állnak az ők rendelkezésükre. De azt nyilván tapasztalhatja mindenki, és sajnos ez tetten érhető, hogy létezik egy, egyfajta kontraszelekciónak egy, irány, egy megfelel, egy meghatározott irányába tolódott el ez a, a, terület, főleg a bolonyai képzési rendszer bevezetése óta, és ez elég zavart keltett. Ideje volna például az előbbiekre visszatérve oktatási rendszer szintjén felülvizsgálni magát a, a felsoktatási képzést, vagy az egyetemi képzésnek ezt a bolonyai rendszer szerinti feltétel nélküli elfogadását, vagy pedig egy kritikus szemléletű ö, alkalmazását. Ö. Nálunk is, mert ezt már sokan megtették, Igen. és nem annyira kötelező, mint ahogy ez itt nálunk sajnos elfogadott. Igen, lehet, hogy az egyszerűsége miatt is elfogadotta, mert hogy azért elég sok mindent leegyszerűsített a, a képzés szempontjából. Igen, ez sajnos összefügg az előbbiekben Igen. említett gazdasági szempontokkal, mert azért az egyetemek is a maguk nagy autonómiájával, ugye. Elsősorban arra törekszenek, hogy minél több, minél nagyobb bevételre tegyenek Igen, szert. Számok, sajnos a sajnos ezek, ezektől sem tekinthetünk a el, és nem mindig őt. önzetlenül történnek ezek a dolgok. Nem, hát egyértelmű, itt nagyon sok mindenről beszéltünk, és még, még rengeteg olyan kérdés van, amire sajnos ma nem jut időnk választ adni. Viszont arra kérem, hogy segítsen nekünk átfogóan megfogalmazni, hogy mi lenne az a, az a hosszú távú stratégia, amiből Románia, a romániai oktatási rendszer el kéne induljon, és ki tudna lépni ebből a, hát nem is tudom, patakmederből, amiben 25 éve én tapasztalatom szerint van, és, és, valami miatt soha nem sikerült kilépni ebből a mederből, tovább, tovább lépni akár önmagunkon, ne csak elméleti szinten, hanem gyakorlati szinten is. Én azt hiszem, hogy alapvető irányadó lehetne egy olyan elképzelés, egy olyan célnak a követése, ami a hosszú távú célmeghatározást elsősorban a szakértőkre bíznám. Azokra a szakértőkre, akik sok esetben háttérbe szorulnak, pontosan az oktatás politikában érdekelt, akár politikai pártokhoz köthető ambíciók mentén. De hát is ehhez... rá kell kérdeznem, hogy a Románia Magyar Pedagógus Szövetség véleményét, akár szakmai véleményét szakértőkként, hiszen pedagógusokat összpontosító szervezet ez, tömörítő szervezet, kikérik? Nézem, ö, voltak helyzetek, amikor kérték. Ö, sok esetben, nem, itt, én itt most nem a magyar politika, nem, nem politikai helyzet, ván, hanem az általános helyzetre gondolok. Az az igazság, hogy nagyon kevés az a helyzet, amikor a civil szervezeteknek egyáltalán a, a létét figyelembe véve olyan Döntés előkészítési folyamatba bevonnának, ahol lenne mit mondanunk sok esetben. Hát szakmai Lát, vélemények. Sajnos ez nem, nem, nem nagyon ritkán történik meg. Most van egy biztató jel, ami ugye a sokat hangoztatott új oktatási törvény megalkotásával kapcsolatos, és ezzel összefüggésben az épp azt a rengeteg kárt okozó, a magyar nyelv oktatásnak rengeteg kárt okozó és felháborodást keltő Valentin Popa miniszter nevéhez fűződik, hogy létrehozott, aztán nem tudom, csak kirakat intézményként, és egy, egy konzultatív tanácsadó Most testületet, ahol finnországi, franciaországi, akadémikusi szintű, de hazai különböző civil szervezeteket is megszólító konzultatív tanásról van szó, amelynek hát, politikai nyomásra, ugyan én is tagja vagyok, és már egyszer találkoztunk, nem tudom, hogy a miniszterkort távozásával maga a tanács is megszűnte, vagy nem. A lényeg az, hogy volt egy ilyen fajta Tehát ez elindult deményezés. már valami az irányba, hát, hogy a szakma és a, 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 a szak... szak, szak szakmai részeket beiktatni igazából, és ez alapján egy stratégiát kidolgozni. Igen, épp ezt akartam mondani, hogy egyetlen alkalommal vettem részt, ez, az, ez, a legelső alkalommal, és sajnos ott sem, ott sem tapasztaltam viszont azt a nyitottságot, amely egy igazán rugalmas táv, nagyobb távolságokban, határidőkben, dimenziókba gondolkodó oktatási rendszernek a, a, a megalapozását célozná meg, hanem főleg a, a nemzettudatot erősítő a, ugye hát meghatározó sajnos itt az idén, ez a környezet, ez a centenáriumi környezet, amiből az akadémikusaink se tudtak, mármint a Román Akadémiának a képviselete tudott ettől ö, elszakadni. Sőt, ö, alaphangot ütöttek meg ezzel ennek a fontosságának a hangsúlyozásával. Ö, ugye a hosszú távon van egyfajta ö, államelnöki szintű ráfigyelés, az egy vonal. Van az akadémiának egy másik hosszú távú elképzelése, nevezhetnénk azt más vonalnak, bár nevében ugyanaz, mint az államelnök által. Most volt egy ilyen ambíció a szaktárca részéről, hogy akkor ugyanígy hosszú távú elképzelésekbe, stratégiákba gondolkodni, de nekem továbbra is ez a véleményem, amíg össztársadalmi szinten nincs egy egy konszenzus e tekintetben, és ez párt fölötti kellene, hogy legyen mindenképpen, addig uh, nagy reményeink nincsenek, hogy uh, hogy uh, jó irányba haladnak uh, a dolgok. Ezt uh, nagyon sajnálattal és rezignáltan kell, rezignáltan kell ezt uh, hangsúlyoznom, mert ezeket tapasztaljuk nap, mint nap. Igen, és hát sajnos nem tudunk tenni egyszerű állampolgárként uh, szinte semmit, mint hogy uh, Akár szülőként, diákként, pedagógusként, vagy, vagy egyszerű uh, romániai állampolgárként uh, részesei vagyunk valamelyest a romániai oktatási rendszernek, és, és uh, figyelemmel követjük, hogy mi történik. És hát én mindig csak reménykedem abba, hogy egyszer csak valaki rájön arra, hogy ebből ki kell lépni és megtalálja ennek a kulcsát. Annyit, annyit azonban tehetünk, hogy mindig hangot emelünk mindenféle rendellenesség alkalmával, és ezt jelezzük, és hallatjuk a hangunkat. Mi el, ezt igyekszünk megtenni valahányszor tapasztalunk valamiféle rendellenességet, valamiféle sérelmet, amely a magyar nyelvű oktatást érinti, vagy vele kapcsolatos, de hát túl kevés ez sok esetben, csak az észrevételezés szintjén működik. Igen, hát hallottassuk mindenképp hangunkat, és mi is itt az Erdély Magyar Televízióban beszéltünk, és még fogunk beszélni az oktatás helyzetéről. Én nagyon szépen köszönöm önnek, hogy itt volt, és válaszolt kérdéseinkre. Én köszönöm a lehetőséget. Önöknek is köszönöm, hogy velünk tartottak, és egy hét múlva ismét itt az Erdély Magyar Televízióban csütörtök este várom önöket. Na viszontlátásra!